20 év fegyház első fokon ennyire ítélték azt a férfit, aki tavaly februárban megvakította volt barátnőjét. Laptop a diákoknak, országos szinten 140 ezer notebook kiosztásával járulnak hozzá a digitális oktatás feltételeinek javításához. Középpontban a nyírség, az épített kulturális és természeti értékek feltárása, integrálása és közös turisztikai termékké fejlesztése a cél. Életveszélyt okozó testi sértés büntette és személyi szabadság megsértése büntette miatt halmazati büntetésül, mint erőszakos többszörös visszaesőt ítélte 20 év fegyház büntetésre, valamint 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre a nyíregyházi törvényszék azt a vádlottat, aki tavaly február 5-én megvakította a volt barátnőjét. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért védője elsősorban eltérő jogi minősítés megállapításáért, másodszorban enyhítésért fellebbezett, míg az ügyész fenntartotta a jogorvoslati nyilatkozattételre nyitva álló 3 munkanapos határidőt. Bűnös testi sértés büntetében, mely a BTK 164 szakasz 1 bekezdésébe ütközik, de a 8 bekezdés szerint minősülő és büntetendő, életveszélyt okozó testi sértés büntette, valamint személyi szabadság megsértése büntetében, mely a BTK 194 szakasz 1 bekezdésébe ütközik, ez szerint minősül és büntetendő. Ezért a bíróság a vádlottat, mint erőszakos, többszörös visszaesőt, halmazati büntetésül 20 év fegyházbüntetésre, valamint 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata fegyház, melynek tartamába a bíróság beszámítja a vádlott által 2022. február 10-től 2023. november 30-áig előzetes fogvatartásban töltött időt. A vádlott a kiszabott szabadságvesztés büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható. Laptopokat kaptak a nyíregyházi kertvárosi általános iskola diákjai, az intézménybe 255 számítástechnikai eszköz érkezett a Klebersberg központ által megvalósított program keretében. Országos szinten 140 ezer laptop kiosztásával járulnak hozzá a digitális oktatás feltételeinek javításához. A nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményébe már megérkeztek azok a notebookok, amelyek segítségével hatékonyan és gördülékenyebben készülhetnek fel a hetedikes diákok a tanórákra, illetve a közelgő középiskolai felvételire. Nekem nagyon megkönnyíteni a tanulást, hiszen az internet ugye rengeteget segítene, rengeteg feladatot tudnék megoldani, és nekem ugye a nyelvvizsga is egy fontos cél lenne, a középfokú nyelvvizsga. Miután felvételizek, és abba is rengeteget segítene, rengeteg feladatot tudnék megoldani, és hát így sokkal gyorsabb lehet a tanulás is. A kertvárosi intézménybe 255 darab notebook érkezett. Ennek egy részét a gyerekek otthon használják majd, de jut belőle a tantermekbe is, segítve az órai munkát. A pedagógusok szerint ma már a tanuláshoz szinte elengedhetetlen a számítástechnikai eszközök használata. Ez a világ már azt hozza, az e-generáció nem működik ezek nélkül, az infokommunikációs eszközök nélkül. A pedagógusok is maximálisan föl vannak készülve, azt gondolom, minden tantermünkben, ha majd benéztek, láthatjátok, hogy interaktív táblák vannak, projektorok. Minden órán szinte be van kapcsolva a gép, úgyhogy maximálisan meg fogja könnyíteni a helyzetét a pedagógusoknak, hogy most már nem kell bemenniük a infóterembe azért, hogy az asztali gépeken dolgozzanak, hanem egy ilyen könnyen mobilan használható modern eszközzel segítsék a tanulási folyamatot. A nyíregyházi intézményekbe összesen 2888 notebook érkezett. Kovács Ferenc polgármester arra biztatta a 7. osztályos tanulókat, éljenek az eszközadta lehetőségekkel. Egyrészt segíti az esélyegyenlőséget, nyíregyházi gyerekek ne legyenek hátrányban, másrészt segíti azt is, hogy ha tovább tanulnak, ma már digitális eszközök nélkül az oktatás teljes körű, és kapják meg azt a képzést, és hát képzés nincs egy laptop nélkül, tehát tudják használni,
amivel úgyis meg kell tanulniuk bánni, minél tovább tanulnak, és ez segít, és nagyon örülök, hogy most ebben a hullámban is 2888 laptop kerül kiosztásra a nyíregyházi iskolákban, azzal, hogy 60%-át az igényelteknek kapják meg most az iskolák, de később mindenki megkap, és nyilván ez folytatódik majd, most a 7., 10. évfolyam, de utána megy tovább évfolyamonként, és hát én azt gondolom, ez nagyon fontos, mert ez nagyon segíti azt, hogy az oktatáson keresztül a nyíregyházi gyerekek, azt gondolom, nem túlzás, jövője, élete is a legjobban alakulja. Vinnai Győző országgyűlési képviselő adta át az első eszközt az iskolában. Mivel a gyerekek még nem nagykorúak, így a notebookokat a szülők vehetik át hivatalosan. A Vármegyében 8683 darab notebook került kiosztásra összesen. Megelőzte egy uniós pályázat, mert a digitális kompetenciákat fejleszteni kell, sőt, ugye a Covid-járvány rádöbbentett bennünket 2020-ban, hogy az online oktatásnak feltétele, hogy jól felszerelt notebookok legyenek, és személyes használatra kapják ezt a diákok. Korábban már volt egy ilyen akció 2022. február-márciusában, itt Nyíregyházán és a megyében. Ez most folytatódik, most 140 ezer laptopot vagy notebookot osztanak ki országosan, 8683-at a Vármegyében, 2888-at Nyíregyházán, és a nyíregyházi iskolák közül a kertvárosi iskolában a legtöbbet. A programban 2024 tavaszán az 5., 6. és 9. évfolyamon tanuló diákok igényelhetnek majd számítógépet. A Nyírség épített kulturális és természeti értékeinek feltárása, integrálása és közös turisztikai termékké fejlesztése a célja annak a programnak, amelynek kapcsán Nagykállóban tartottak szakmai konferenciát. A projekt középpontjában az örökség turisztikai és aktív turisztikai hálózatok, valamint termékcsomagok fejlesztése áll. Megszépült a nagykálói Szent Mihály főangyal görögkatolikus templom. Már 1634-ben állt, valószínűleg ez a város legrégebbi épülete. Régészeti vizsgálatok szerint a templom szentély része a legrégebbi, 4-500 éves, de az alapjai az Árpád-korból valóak. A turisztikai projekt a Nyírség kiemelt jelentőségű kulturális és természeti értékeit erősíti. A rossz állapotú, de értékes műemlékek felújítása Nagykáló esetében a helyi hitélet ápolásához is sokat hozzátett. Minden megújult, tehát külső-belső felújítás volt. Ugye ez érintette az elektromos hálózatot is, a padlózatot, tetőt, mindent. Csapadékvíz elvezetés is megoldódott, tehát most már, ha minden igaz, akkor nem fogunk így tavasszal sárban tocsogni, hanem van egy gyűjtő tartályam, ahová csapadékvizet elvezetik. Nagyon remélem, hogy hozzájárul Nagykálló városának, a görögkatolikus felekezetnek is egy kicsit a lelki megújulásához, mert ugye egy templom azért nagyon sok mindent kifejez, nagyon sok mindent megmutat, és úgy gondolom, hogy itt a támogató hatóság révén ez a közösség megkapta azt, amit esetleg, amire nem azt mondom, hogy nem igénye, de tehetsége, tehetősége nem volt, és ez nagyon, nagyon jól esik, és nagyon azt látom, hogy egy új gondolkodásmód indult el, az emberek tele vannak ötletekkel, tervekkel. Baracsi Endre kiemelte a vármegye középkori templomainak turisztikai jelentőségét. Ennek nagyon komoly jelentősége van, pláne itt úgy gondolom Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a középkori templomok is található, az arra ahhoz kapcsolódó turisztikai látványosságok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nálunk a vármegyében, hogyha valamire kellő hangsúlyt kell fektetni, azok a templomok, a templomokban található örökségeink, és a templomokhoz köthető turisztikai fejlesztési lehetőségek is. És hát mai napon is pontosan ezt a célt szolgálva vagyunk itt egy konferencián, hiszen itt Nagykállóban is megújult a görögkatolikus templom, amely aztán közösségi térként is funkcionál majd a későbbiekben. Tehát a turisztikai fejlesztések mellett, az örökség turisztikai fejlesztések mellett azért itt markánsan megjelenik az a közösségépítő tevékenység is, amely úgy gondolom, hogy az egyházakhoz kell, hogy kapcsolódjon, hiszen a gyülekezetek azok erős bástyái egy-egy településnek, egy-egy egyháznak.
A beruházás segítségével megtörtént a templom statikai hibáinak helyreállítása, a tetőszerkezet cseréje a hajó fölött, bádogozás, villámvédelem, csapadékvíz elvezetés, továbbá kialakításra került egy kerékpártároló is, ezzel is kedvezve az ide látogatóknak. Közeleg a tél, így fontos, hogy felkészítsük autóinkat a fagyosabb napokra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság és a kormányhivatal ezúttal is megtartotta Nyíregyházán az őszi-téli átállás segítő közlekedés biztonsági rendezvényét. A fékek, abroncsok, hűtő folyadékok vizsgálata mellett szükség esetén tanácsokkal is ellátták az autósokat. A hosszú és meleg ősz után most már nem csak a naptár, hanem az időjárás is jelzi a közelgő telet. Az autósok számára is tartogat tennivalókat ez az időszak, mivel nem mindegy, hogy milyen felszereltségű és milyen műszaki állapotban lévő gépkocsival várják a fagyosabb hónapokat. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság és a kormányhivatal közös rendezvényén a hagyományokhoz híven egy bevásárlóközpont parkolójában várták azokat, akik kíváncsiak voltak arra, hogyan készüljenek fel a téli közlekedésre. Az egyik módja az, hogy fejben felkészülünk rá, abban sajnos nem tudunk segíteni, illetve a másik része az, amikor gépjárműveket próbáljuk felkészíteni, vagy legalábbis leellenőrizni a felkészültséget a tél előtt. Ilyenkor mi kompletten átvizsgáljuk a gépjárműveket a kormányhivatal segítségével, tehát megnézzük a féket, hiszen az télen-nyáron nagyon fontos, viszont ami a téli sajátosság, az ugye a téli gumi, az ablaktörlő lapátok miensége, a hűtőfolyadékok mennyisége, miensége, a fékek, fékfolyadék miensége. Tehát ez mind-mind összeadódva egy nagyon súlyos műszaki problémát okozhat, ami balesethez vezethet. Ezt próbáljuk elkerülni, és mikor itt vannak a gépjárművezetők, nyilván velük kommunikálunk, és próbáljuk felhívni a figyelmüket a biztonságos téli közlekedésre. Az átvizsgálásra érkező autósok között a visszatérők mellett olyan is volt, aki először vette igénybe az ingyenes szolgáltatást. Én kezdő sofőr vagyok, és mivel még nincsen tapasztalatom, meg nem régóta van autóm, ezért úgy gondoltam, hogy ártani nem árthat, hogyha egy biztonsági ellenőrzést elvégeznek. És ahogy kiderült, nem is volt felesleges eljönni, mert mondtak olyan információkat, amik hasznosak, és mindenképp meg fogom ezt fontolni, és megcsináltatni a javításokat. Magyarországon a használt autók átlagos életkora közel 15 év. A közlekedés biztonsági napon ezúttal kevés ilyenkorú gépkocsival találkoztak a szakemberek. A mai napon meglepő módon egész jó állapotú gépjárművek jöttek, és viszonylag fiatal gépjárművekkel találkozhattunk. A korábbi évek tapasztalata viszont az volt, hogy nagyon sok a régi idős autó. Nem tudjuk, hogy mi ennek most az oka. Vagy nem merik kihozni ezeket a gépjárműveket már, hogy mi ezt átvizsgáljuk és észrevegyük a hiányosságokat, vagy pedig annyira rendben vannak, hogy tudják azt, hogy nincs is szükség erre az átvizsgálásra, bár szerintem ez a kevésbé hihető ok. Én úgy gondolom, minden gépjárművet, hogyha közlekedünk vele, fel kell készíteni, és kortól függetlenül fel lehet készíteni és elő lehet készíteni egy téli közlekedésre. Ezt mi, ha meg tudjuk vizsgálni és idézi a bárdásunkat tudjuk adni rá, akkor ennek örülünk, hiszen tudjuk, hogy az utakon biztonságos gépjárművek vannak. Szikszai Tihamér felhívta még a figyelmet a hólánc használatára, ami ugyan Magyarországon nem kötelező, de extrém időjárási körülmények között hasznos lehet, és Európa több országában is szükséges tartozik a téli időszakban. Többek között Edelényből, Jászberényből, Szegváról és Békés Csabáról is érkeztek együttesek a 21. Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválra. A Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban tartott rendezvényt gálaműsor és táncház zárta. Fiatal táncosok a színpadon, rokonok, barátok, érdeklődők a nézőtéren. Több mint két évtizedes múltra tekint vissza az Ifjúsági Néptáncfesztivál, amelynek születése a Nyírségtánc Együttes vezetőjének, Demarcsek Györgynek a nevéhez fűződik. Meglehetősen nehezen indult, hiszen Nyíregyházán nem volt ennek hagyománya, de amikor az alapfokú művészet oktatási intézmények, vagy alapfokú művészeti iskolákban egyre több gyermek táncos nevelődött ki, egyébként országszerte, de Nyíregyházán is, akkor úgy döntöttünk, hogy legyen már az ifjúságnak is saját fesztiválja, és az Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválokat Pápán rendezik, az egyik évben, a másik évben pedig Nyíregyházán, tehát itt minden második évben rendezünk fesztivált. Az első fesztiválokon nagyon sok együttes volt egyébként, tehát akkor úgy hirtelen berobbant ez a köztudatba, és jöttek az együttesek, tehát ilyen 20-as létszámokkal, és két napos fesztivált tudtunk rendezni.
Most 10 jelentkeztek ide, végül 9-en jöttek el, és hát így egy nap alatt meg tudjuk csinálni ezt a fesztivált, de hát ez egy óriási dolog, hogy az országnak különböző részeiről ide jönnek Nyíregyházára ezek a fiatalok azért, hogy itt együtt összemérhessék az erejüket egymással. Mint Demarcsek György elmondta, bár a fiatalok számára rengeteg terület kínál közösségi élményt, nem kell attól tartaniuk, hogy nem lesz utánpótlásuk a néptáncosoknak. A fiatalságnak van egy olyan meglehetősen nagy rétege, amelyik nagyon szívesen foglalkozik a saját hagyományaival, a hagyományőrzésével. Ezen keresztül, ugye, hogy megmutathassa magát a színpadon is, hogyha avatott alkotók, koreográfusok, illetve tánccsoport vezetők, közösségformáló vezetők vezetik őket és mutatják nekik az utat, akkor óriási eredményeket érnek el, és fantasztikus közösségek épülnek. Itt volt olyan együttes, akinek a vezetője a színfalak mögött mondta nekem, hogy azt a szöveget nem olvastad fel, ami a közösségépítésről szól. Én is mondtam neki, hogy már nem küldtétek el, de ettől függetlenül mindegyik csoport tulajdonképpen ugyanazt csinálja. Megpróbál olyan közösségeket építeni, hogy minél tovább megmaradjanak ezek a fiatalok a néptánc világában, és felnőtt együttesként, hát hisz a legtöbbnél elhangzott, hogy melyik együttesnek az utánpótlás csoportja, felnőttként is sokáig táncoljanak, mondjuk olyan sokáig, mint én. A Néptánc Fesztivált gálaműsor majd táncház zárta. A jövő hét végén Nyíregyháza ad otthont az ifjúsági szóló néptáncosok országos selejtezőjének. A Nyírség Táncegyüttes pedig folyamatosan próbál, készül az a műsor, amellyel jövőre ünneplik 50. születésnapjukat egy nagyszabású gála keretében. Nyíregyházán indult útjára az Ovi Kosár program, amely országos szinten mintegy 1000 gyereket szeretne megismertetni ebben a tanévben a sportág alapjaival. A Continental Arénában a nagycsoportos ovisok ügyességi gyakorlatok segítségével kerülhettek közelebb a kosárlabdához. Vonulnak be a gyerekek az aréna küzdőterére, amelyet már berendeztek a szervezők. Kosárpalánkok, bólyák, labdák várják az egyenmezből öltözhetett ovisokat. A labdarúgás, a kézilabda és a röplabda után a kosárlabda is bekerült az ovisportok közé. A Nyíregyházán rajtoló ovikosár program mintegy 1000 gyereket szeretne megmozgatni ebben a tanévben. Nagyon örülünk, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével együtt tudjuk megvalósítani ezt a programot. Ez egy szakmailag támogatott program. Most már az MKOS versenyrendszerét is képezi az ovikosár kupa, és Nyíregyháza az első állomásunk. A többi sportákhoz hasonlóan ügyességi játékokat játszanak a gyerekek ezen a kupasorozaton, nyilván ugye főleg kosárlabdával. Ebben a korban az a cél, hogy gyerekek megszeressék a mozgást, megszeressék a sportot, megismerjék a kosárlabdát, tudjátok, hogy mit kell csinálni a kosárlabdával, hogy kell pattogtatni, hogy kell dobni, és hogy egy nagyon jó élménnyel térjenek haza, és kosárlabdázók szeressenek lenni a jövőben. A rendezvényen ott voltak a kékcápák játékosai is, akik segítkeztek a különböző feladatok végrehajtásában. Az Ovisport Alapítvány a Nyíregyházi Sportcentrummal és a Nyíregyházi Élsport Kft-vel közösen rendezte meg a 150 gyereket megmozgató kedd csináló délelőttöt. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem az óvodapedagógusoknak a munkáját, hiszen nélkülük ez nem jött volna létre. Azért 10 óvodából összehozni 150 gyereket ilyen zord időjárás ellenére, ez egy nagyon nagy szó, és gyakorlatilag hiányzásmentesen itt van mindenki. Sokan dolgoztak sok munkaórát, de a legfontosabb az, hogy a gyerekeknek jót tegyünk. Ajándékokkal fogjuk őket meglepni, programokkal fogjuk őket meglepni, és tényleg a legfontosabb az, hogy a sportot, sportnak a levegőjét kezdjék el magukba szívni. A mozgáskoordinációs készség az már látszódhat. Nyilván ebben sok szerepe van a genetikának, esetlegesen a szülőknek a korábbi sportolói múltjának, de én azt gondolom, hogy 6-7 évesen még senkiből nem dől el, hogy sportoló, esetleg élsportoló lesz. Nagyon sok mindennek klappolnia kell ehhez, viszont ha nem is sportoló és nem is kosárlabdás, de ha már megszereti ezt a közeget és egy olyan baráti társaságba tud kerülni, ami a jövőben számára egy jó élményt jelent, akkor megérte az egész. A gyerekek 10 különböző állomáson tehették próbára ügyességüket, gyorsaságukat, koordinációs készségüket. A nap végén, ahogyan az ilyenkor szokásos, az ajándékok mellé mindenki kapott egy aranyérmet teljesítménye elismeréseként. Egy év kihagyás után ismét futhatnak a Mikulással Nyíregyházán a mozgás szerelmesei. Szombaton az atlétikai centrumban várják azokat, akik a délelőttöt testmozgással szeretnék tölteni.
Egy kis lelkiismeret furdalásunk van, mert a tavalyi évben sajnos az energiaválság miatt nem tudtuk megrendezni ezt a hagyományos rendezvényünket, de idén azonban mindent szeretnénk pótolni. Hatalmas forgatagot várunk az atlétikai centrumba december 2-án. 10 órától kezdődik a programsorozat. Én azt javaslom mindenkinek, hogy 9 óra magasságába próbálják meglátogatni már a rendezvény helyszínét, mert regisztrációhoz kötött a verseny. Több korosztályban megint lesznek futóversenyek, futószámok, és természetesen olyan meglepetés fellépők és produkciók lesznek, amikkel szeretnénk minél több nyíregyházi lakost csábítani a helyszínre. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Életveszélyt okozó testi sértés büntette és személyi szabadság megsértése büntette miatt halmazati büntetésül, mint erőszakos többszörös visszaesőt ítélte 20 év fegyházbüntetésre, valamint 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre a nyíregyházi törvényszék azt a vádlottat, aki tavaly február 5-én megvakította a volt barátnőjét. Folytatódik a tanulói laptopok kiosztása. A Klebelsberg központ által megvalósított program keretében 140 ezer notebook kerül kiosztásra az intézményekbe. A kiszállítások november 9-én indultak, és december 15-éig minden regisztrált diák megkapja a számítástechnikai eszközt. A nyíregyházi kertvárosi általános iskolába 255 laptop érkezett. A Nyírség turisztikai kínálatának fejlesztése volt a témája annak a szakmai fórumnak, amelynek Nagy Kálló adott otthont. A középpontban az örökség turisztikai és aktív turisztikai hálózatok, valamint termékcsomagok fejlesztése áll. A cél feltárni, integrálni és közös turisztikai termékké fejleszteni a Nyírség épített kulturális és természeti értékeit. November 30-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, rögtön jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken az ország nagy részén továbbra is esőzés várható, többfelé kiadós csapadék mennyiség gyűlhet össze. Délutántól fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet, és ezzel együtt a csapadékhajlam is szűnik. Napközben 1-3 fokot mérhetünk.